nagyon nehéz mérkőzés volt, egy nehéz talajú pályán. Ez egy olyan mérkőzés volt, amelyen igazából a küzdelem dominált, kevés lehetőségeink voltak, de örülök neki, hogy abban a kevés lehetőségben tudtunk egy gólt szerezni. Én úgy emlékszem, hogy a Albert is lepasszoltam egy labdát, ő kijátszott a szélre a Damának, Dama elrúgta, a keresztben pedig érkeztem a hosszún. Van még egy másik nagy lehetőség is, viszont ha jól látok, akkor megtartok a labda. Mesélj arról a lehetőség. Igen, egy nagyon jól megszerzett labda után szélre kikerült a labda, amit a Dama be akart passzolni, ott a védő belért, és a lábamra pattant a labda, nem tudtam már irányítani a labdát sajnos. Nagyon nehéz mérkőzés volt, természetesen a három pontnak nagyon örülök. De az igazság, hogy játékban kicsit alul maradtunk, de hogyha azt nézzük azt a játékos keretet, amelyet felcsútva, hogy egy kapott Csákvár, 10 játékos igazoltak, vagy talán még annál is többet, azt gondolom, hogy azért nem meglepő a jó játékuk. Sajnálom, hogy ők ugye utolsó helyen tanyáznak, mert azt gondolom, hogy azért ennél jobb csapat. Én mindenféleképpen azt szeretném, hogy azért játékban is javuljunk, de hát azt tudjuk, hogy ugye a MB2-es mezőnyben nagyon nehéz megszerezni a győzelmet, szállj Isten, ma sikerül. Nem is számítottunk könnyű mérkőzésre, pont így erre számítottunk, hogy be fognak állni, és a mi hibáinkra építve majd kontrákból próbálnak meg gólokat szerezni. Hál' Istennek lehoztuk nullára, sikerült szereznünk egy gólt, így megnyertük a mérkőzést. Ez volt számunkra a legfontosabb, mivel múlt héten egy pontot hoztunk csak első jófokról, és így ezzel a három ponttal ez így már azért elfogadható. Igen, olyan különböző időszakok voltak a mérkőzésen. A gólt is úgy szereztük, hogy abban az időszakban mi játszottunk jobban. Mezőnyben többet passzoltunk, és a gólunk is így jött, hogy 3-4 passzal már ott voltunk a kapujuk előtt. Egy nagyon szép támadás után rúgtuk a gólt. Viszont ők nem igazán tudtak a kapunk előtt helyzetet kialakítani, nagyobb helyzeteket kialakítani. Ez azért van, mert azt gondolom, hogy kiemelkedően egységesek vagyunk a védekezésben ebben a bajnokságban. Rendszeresen veszélyes lehetőségek alakulnak ki az ellenfél kapja előtt a pontrugásaid után. Vagy a te lövésedet védi, vagy éppen valami pontrugásodból fejelhetnénk, de egyelőre még egyikből sem sikerült gólt szerezni sajnos. Szerinted mikor jöhet el ez a pillanat? Hát már nagyon várom, viszonylag sokat gyakorolok, szabadrugásokat, oldalszabadrugásokat, és nagyon várom már, hogy egy-egy szabadrugás sikerüljön. Mosonmagyaróváron már egész közel jártam hozzá. Hát meglátjuk, ahhoz azért a támadóinknak sok szabálytalanságot, vagyis hát szabadrugást kell kiharcolniuk az ellenfél kapuja előtt.